Landplan Hotel, jövetmenet, nálunk jókat alhat, ehet. Győr közelében a 81-es főút mellett várjuk vendégeinket. A Gyirmód TV videói a Landplan Hotel támogatásával készülnek. Az első félidőben sikerült eldönteni a mérkőzést. Ott eléggé beszorítottuk őket, nyomtuk. Aztán sikerült 3 gólt szerezni az első félidőben. Második félidőben úgy érzem, hogy egy kicsit megnyugodott a csapat fejbe, és éreztük, hogy már vezetünk, 3-0 az eredmény. Még itt is próbálkoztunk, de már nem úgy ment, mint az első félidőben. Úgy érzem, hogy egy kicsit elfutottuk magunkat a támadások miatt. Összességében egyébként ez a második félidő, tehát ez emiatt lehetett, hogy megnyugodott a csapat, vagy ez taktika is volt, hogy most már talán nem kell annyira hajtani? Nem volt taktika, a mester azt is kérte tőlünk az öltözőben, mintha 0-0 lenne a mérkőzés, úgy menjünk ki a második félidőre is, de úgy érzem, hogy a fejekben biztos, hogy ott volt a 3-0, ezáltal magabiztosabbak lettünk. Nem volt igazából ez, nem kérte senki, hogy álljunk vissza. De hát ennek aztán végül is nem lett jelentősége, viszont folytatódik a bajnokság, szerdán Szegedre utaztok. Mire kell most figyelni, hiszen most 2 napotok lesz mindössze készülni, illetve pihenni? Így van, most az első és legfontosabb az, hogy regeneráljon a csapat, hogy sikerüljön kifrissülni a szerdai mérkőzésre, ezt szeretnénk ugyanúgy továbbvinni a mentalitásunkat. Ezt, hogy mindenképp kapura megyünk és gólt, illetve gólokat szerezünk. Összeállításunkat támogatta a Landplan Hotel.